Folytatjuk a tehetséges karcagi diákok bemutatását. Szabó Lilivel beszélgettünk, a Györffy István Katolikus Általános Iskola második osztályosával. Szabó Lilivel beszélgetek, a Györffy István Katolikus Általános Iskola második osztályosával. Itt tanító néni azt mondta, hogy nagyon sok oldalú kis tehetség van. Beszéljünk egy picit arról, hogy melyen tárgyak a kedvenceid. A matematika, testnevelés, olvasás, környezet, nyelvtan, minden. Sok versenyen voltál, azt is hallottam. Mit mesélj ezekről? Menjünk sorba, kezdjük az olvasással. Jelentkeztem egy országos hebe olvasó versenyre, amin második helyezést értem el. Sokat olvastunk, sokat díszítettünk, sokat rajzoltunk, és jelentkeztem ugyaninnen egy másik versenyre is, a Madarak és a Fák című projektversenyre, amin remélem szép helyezést fogok elérni, és már elkezdtem a feladatait. Ez egy projekt több feladatból áll. Úgy tudom, hogy itt a tanteremben is vannak kirakva alkotásaid, hiszen szeretsz kézműveskedni. Igen, ez így van. Mesélj erről, hogy ez hogy van. Tanítónén kiadja a feladatot, hogy rajzolj le valamit, és akkor mi történik? Én megcsinálom, és szeretek belerakni újdonságokat is. Voltál még más versenyen is? Énekversenyen, és méhészversenyen. Erről az utóbbiról is mesélj egy picit, hogy ott mi volt a feladat. A méhészversenyen ott egy méhecskét kellett vinni egy ilyen pályán a célig. És akkor itt a logikára volt szükség. Igen. Egyébként otthon sokat tanulsz? Sokat. Igen, sokat. És mi jelenti még a kikapcsolódást, amikor hazamész innen a suliból? Nagyon sok lecke bálincs, hiszen itt megtanultak sok mindent. Mit csinálsz? Megcsinálom, ami maradt házi, utána kimegyek az udvarra, és egy kicsit futok, meg sportolok. Igen, hiszen említetted, hogy a testnevelés a kedvenced. Egyébként háziállatod van? Van. Milyen? Van egy farkas kutyám, van 3 macskánk, meg van gyíkom is. Húha, az utóbbi, az akkor izgalmas lehet. És mi a feladatod ezekkel az állatokkal? Etetni kell őket, itatni, és a kis cicákat még szoptatni kell. Osztályban milyen közösségi ember vagy? Most ugyan egy picit meg vagy szeppenve, de azért látszik, hogy mosolyogsz, tehát egy vidám embernek látlak. Igen, ez így van. Én szeretek középpontban lenni a többiekkel? Igen. Mesélj egy picit a zeneiskoláról is. Én zongorára járok már 2 éve, és nagyon szeretem. Miért pont ezt a hangszert választottad? Először gitárt akartam, de azt nem lehetett, és ezért választottam a zongorát. És a debreceni Anikó nénihez jársz, úgy tudom. Sokat kell gyakorolni? Igen. Léptél már föl zeneiskolai hangversenyen? Egyszer, mert hogy bejött a vírus, akkor nem lehetett. És milyen érzés volt odaülni a zongora mellé, és tudtad, hogy anyáik is esetleg ott vannak, ismerősök is ott vannak, milyen érzés volt játszani? Nagyon jó. Mit adott neked a zene? Hát, boldogságot, mindig.